Egy igazán különleges, rendkívül sok kutatómunka és nemzetközi kapcsolatok kiépítésének segítségével született meg a Kortárs Művészeti Intézet legutóbbi fotókiállítása. A Rabulejtett Szabadságok, történetek a Salazar diktatúrából című tárlat 100 lilla fotográfus, Mária Tereza Brázs privát archivista és Perenyei Mónika művészettörténész közös munkájának gyümölcse. A nagyszabású projekt részleteiről Zsinka Gabriellával, a kiállításnak helyet adó Kortárs Művészeti Intézet művészeti vezetőjével beszélgettünk. A Kortárs Művészeti Intézet régóta szakmai kapcsolatot ápol, egy nagyon jó szakmai kapcsolatot ápol Perenyei Mónika művészettörténésszel, és ő keresett meg minket most már körülbelül 2 évvel ezelőtt, 100 lilával karöltve, hogy dédelgetnek egy ilyen projektet, és amikor beszélgettünk magáról, a tervezett kiállításról, akkor nagyon örültünk Deák Nórával, az intézet igazgatójával együtt, mert igyekszünk egy olyan kiállítási évadot összeállítani évről évre, ami azért a lehetőségekhez mérten színes vagy izgalmas, és többfajta műfajnak, többféle törekvésnek ad teret. Úgyhogy nagyon örültünk ennek a fotoművészeti projektnek. A bemutatott anyag összeállításában a 100 lilla nagy segítséget kapott a portugál Mária Tereza Brázs privát archivistától. Édesapja amatőr fotográfus és filmes volt, aki a lánya mellé szegődve készítette el az archivált felvételeket a diktatúra idejében. A kiállításnak az egyik nagy részét, az tulajdonképpen az a kutatómunka adja, ami az ő általa készített, vagy az ő édesapja által készített fotók és filmek teszik ki, és ezeket egészítettük ki, nagyon sokat beszélgettem vele, és ismerkedtem ezzel az egész anyaggal, és ezeket egészíti ki a mi beszélgetésénk, és az ezáltal készült portrék, amikkel gyakorlatilag így hozzájárultam még egy képhez, ami most Tereza, és ezen kívül Mónika, Perenyei Mónikával közös munkánk során még Az volt a célunk, hogy egy komplex történelmi hátteret adjunk ennek az egész kiállításnak. A megnyitón Perenyei Mónika művészettörténész elmondta, szerencsére ez már nem az első közös munkája 100 lillával. Inspiráló volt látni, ahogy a fotográfus a bemutató anyagán dolgozott, tette hozzá. Lillával tulajdonképpen 2013 óta ismerjük egymást, akkor egy nagyobb kiállításnak keretében ismerkedtünk meg Lillával, 2016-ban volt egy másik következő közös munkánk, és ez most a harmadik közös munkánk. Valóban tulajdonképpen lehetne úgy mondani, hogy kurátor vagyok ebben a helyzetben, de mivel már nagyon régóta gondolkodunk ezen, nagyon inspiráló volt, tehát látni, ahogy Lilla együtt dolgozik Terezával, mutatta a képeket, beszélgettünk sokat róla. Perenyei Mónika úgy folytatta, az egyik elsődleges céluk volt, hogy egy adott időszakot hozzanak közelebb a leendő látogatókhoz. Tulajdonképpen ez, ami hajtott minket, ez motivált minket így a kutatás során, hogy szedjünk össze még, válogassunk olyan képeket, amelyeken keresztül ezt az időszakot is meg tudjuk mutatni, és ez a szélesebb válogatás, ez fogja így felölelni ezt a családi albumot, amit Tereza megnyitott Lillának, és ez egy nagyon fontos része ennek a projektnek. De... A Rabulejtett Szabadságok, történetek a Salazar diktatúrából című tárlatot a tervek szerint egészen június 25-ig tekinthetik meg a kultúra kedvelők a Kortárs Művészeti Intézetben.